De komolyra fordítsuk, akkor itt nincs barátság alólba. Megnézed, ott volt a Viked, biztos nagyon jó már program, hogy 2 éve, 3, 4 éve ismeri. Mégis kirúgták, mert ha akarnak elérni valamit, akkor itt változtatás kell. Hiába barátság. Én most ennyi erőben elmondom neked, ha Funzel úgy játszol, mint Embeze, én már rég kirúgtam volna és hívtam volna Blake-et, de mivel jól teljesít, nem rúgom ki, de Embeze, én most nem tudom, mit csinálok veled, mert itt igazából Dingo is mondja, hogy nézzük meg multizét, szegény gyerekre most írtam vissza, hogy mi újság, hogy írt nekem, hogy na, akkor játszunk, hogy valami, ha fel vagy készülve. Hívtam Dolmancsot is, mondom, megnézzük, hát ha valamit tudunk-e vele elérni. Mert egyszerűen én szerintem most oké, most ingyen jelenleg a szarban voltunk ebben a gémben, de tényleg itt szerintem itt te vagy a leggyengébb, és én nem ki akarlak rúgni, szó sincs erről, mert nem akarlak, de valami változtatás kéne, mert ha nem változtatsz, akkor tudod mi van? Te azokat az embereket elrontod, akik akarnak valamit. Én ezt mondom, és én tényleg, te meg csak azért vagy itt, hogy hát jó, most játszunk egy-két gémet, nem veszed komolyan, érted? Annak nincs értelme. Mert látod, ilyen volt a izés BVL. Ő nem akart lejönni arra, nem is vette annyira komolyan, inkább azt mondta, bocs is játszok, nem akarok titeket visszatartani, kilépett. Ennyi. De most tényleg döntsd, de vagy komolyan játszol, de ha komolyan játszol, akkor csinálj valamit, légy szíves, mert ez így nem állapot, hogy jó, most szarok voltunk, de általában, amikor jók vagyunk, akkor mindig azt szoktam észrevenni, hogy te mindig egy vissza vagy húzódva, nem tudom most, hogy te hogy mikor ölted, volt-e olyan szólva, amikor megölted volna az enemy midlénert, valamikor mondjuk, tehát nem számolhatjuk, hogy kilúzolja hányszor a lénét, mert én benne vagyok, játszunk így. De itt te vagy itt annyira, hogy lerontod a így a tímet, úgymond, mert egyszerűen nem játszol. Nem azért, mert lov vagy. Biztos jól játszol, amikor idejöttél. Azért jött, amikor idejöttél. Hát mondom, ez a gyerek kurva, jók leszünk, jók is voltunk. Egyszer csak nem tudom, kinyit lehet úgymond a csipát, hogy most már kezd ugatni mindenkinek, frémelgetsz. Akkor idejöttél, akkor még nem volt ez. De bár ez benne van, mert ez, ugye ez Magyarország. Itt mindenki frémel mindenkit. Na mindegy, aztán, hát tényleg aztán lehet már annyira belejöttél a dolgokba, hogy úgyis azt gondolod, hogy nem rúgunk ki. De hát ha erről van szó, öcsém, hogy de tényleg most, ha nem veszed komolyan, de bárki, érted? Akkor inkább mondja azt, mert itt egy-két ember szerintem így akkor vissza lesz húzva, és engem annyira érite, hogy ilyenektől kapunk ki, hogy ez hihetetlen. Szóval most nem azért most mindent rád akarok mondani, de egyszerűen nem én látom itt szerintem, hogy csak mondjam, mindig te lúzold a mire. Te 10-ből 8-szor, akárhogy is van, kilúzold a mire. Ha lebabysitenek, ha elmondjuk ott van, elmondtuk, menjél vissza, amikor te Zed ellen voltál, vagy mikor te meghaltál 2 perc alatt, szóval érted? Ez így nem, ez így nem fog menni. Hiába játszunk, mert lehet, hogy ha elkezdünk rájátszani normálisan napi 1-2 gémet, lehet menni fog, de lehet, hogy nem. Mert te már annyira kinőttél, annyira gyenge lettél az utóbbi időkben, aktív lettél, hogy lehet, hogy nehezen tudjuk visszahozni. De nem minden Embeze hibája. Nem Embeze hibáza, nem de ember. Csak hozzábeszélsz amúgy. Igen, mert 10-ből 8-szor elhúzolja a lényt. Igen. Azért beszélek csak hozzá. Én hogy beszélek Ragnához, amikor nagyon jól áll mindig. Amikor Z-Games-ből show volt, most sem volt annyira rossz, de most azért mi sem voltunk semmilyenek, szóval ő, most hozzád is, hogy beszélje? Mindenki messze van szerintem, és ezt mindannyian. De ha Magyarországon el akarunk kérni valamit, akkor lehet, hogy itt jók vagyunk Magyarországon, csak még csinálnak nekünk is. Az a baj, hogy ideig benne voltunk, így három, még karácsony fele. Karácsony fele benne voltunk szerintem a top 3 csapatban, egész East Magyarországon. Most még Easten sem vagy benne szerintem a top 5-be se. De tudod miért? Nem játszunk. De nem érted. Valahogy a játéknak az elején kéne változtatni, nem a játék mennyisége. Jó, ez is, aláírom, hogy ez is így van. De az sem normális, hogy ahogy elkezdődik a meccs, és valaki mindig egyből, kikapunk. Mi mindig mi vagyunk a first blood. Egyszer, vagy mi veszük a first blood. Oké, okay. 1-2-ért csere. Hát ez
Most te vitted. De kurvára nem értem, mert tiédett a kill, meg Jinx is kapott egyet. Oké. Aztán DX-nek mondtam ugyanúgy, hogy ott figyeljen a Maokai-ra. Hát az jó csere volt, 2-1 volt. Jó, az megértem, mert balfaszok voltak, én is látszik, hogy elbaszták. Utána ott volt a Jinx topon. És ott volt a ketten bokorba. Alapján nem fogsz fészsekelni egy olyan helyre, amikor valószínűleg ott lesznek. Az van, azt mondtuk is, hogy tudja, hogy ott van. Hát de szóló Kuba jungler csak így genkelnek. Mert mindegyik... Akkor miért nem dobta egy Kubet? Kérted meg DRX-et, hogy Kubet üzzön be. Az is egyszerű. De... Aztán ott volt a Dragon Fight. Amikor mondom, hogy miénk lett két dragon, és akkor az első dragon nem mondtam, hogy srácok, menjünk be, de nem. Megkerültük a kéknél, DX egy kicsit farmolt. Igen, és utána nem tudtunk bemenni. Hiába nyomtad a multit, szart nem értünk. Utána randomokba el szoktad nyomni te is az ultidat, amikor semmi, nem hallod semmi, engage. Lehet, hogy kurva, csak nem tudunk követni, meg ők engage-eltek hamarabb. Lehet, hogy te elnyomtad, kaptuk a Sejuna ultit, elnyomták a Sejuna-t, te egyből nyomtad rá. Ez így volt. De nem tudunk semmit kezdeni vele, mert egy helyen állunk a Sejuna, ők csak meg feldobják őket, az a Nami ulti. A Sejuna meg becésztéte. Hát, nem tudom. Komp, hát nem tudom. Szerintem kurva nincsen olyan komp amúgy. Az utóbbi két hónap rossz. De nagyon rossz. Én nem azért beszélek mindig MBZ-hez, mert... Nem, ami nektek is gyakorolni kéne botan, és most ez nem vicc. Hiába challenge-re vagytok mind a ketten. Hallod, én megmondom az őszintét. Én szerintem nem vagyok annyira rossz. Én akárszor úzzuk a gémet, egyszer-kétszer, hogy elbaszom, de amúgy többnyire nem úgy van, hogy én nem halok meg Max Dingo bele vagy a hülyeségekbe, de én akkor sem halok be. Én jó, de az, ezt mondom, egyszer-kétszer elbaszom, de én azt mondom, hogy én szerintem, most nem beképzelt, most mindenki be tudja valni, szerintem Funza is bevaj magát, hogy milyen jó jungle, mert tényleg azért jól játszik, jókat genkel. Szerintem én jól játszok, de ez így kevés, mert... Nem figyelünk oda, nem figyelünk oda rá. Ez a baj, nagyon rossz, nem figyelünk nem jó. Oda. És most nem úgy vedd, hogy emezet csak téged támadtak, mert hát jó, hát téged is, de egyszerűen tényleg az, hogy 10-ben 8-an elhúzod a lént. És ez szerintem mindenki tudja, csak így nem akarja megmondani. És nem akarja megmondani senki a szemedbe, de ha egy team akarunk lenni, akkor be kell itt vallani mindenkinek, hogy te, hogy most neked nem megy, oké, nem megy. De akkor valamit változtatni kell, és nem azt kell változtatni, hogy te inaktív leszel, mert akkor még rosszabb leszel. Itt azon lehet változtatni, ha játszol, és játszunk, nem, mert szolokú, oké, de itt legfőképpen a teamről van szó, nem szolokúról, tehát lehetné bronzöbbe is, ha itt a legjobb játékos lenné, tök mindegy. Csak egyszerűen mindig azt veszem észre, hogy mi hozzuk így a színvonalat, de te mindig le vagy maradva. De amikor ide jöttél, szerintem te voltál a legfeljebb, érted? Te voltál a teamben úgymond a legjobb játékos, de akkor mindenkinek ment, mert azért ment, mert ha egy mides lúzol, ha mid lúzol, az a teamet úgy befolyásolja, mint a szar. A mid kb. A legjobb, ebben a játékban a legjobb pozíció. Szóval lehet onnan comebackelni, nézd meg, 0-4 voltunk, bottom, hogy mennyibe voltunk, visszajöttem, 13-4-be voltam, go for-on, hogy mennyibe. Én vissza tudtam jönni, te is vissza tudnál jönni, de egyszerűen a mid az olyan, ha kilúzol, nehezen lehet visszajönni. Az AD carry az nem ilyen. És ha egyszer elúzoljuk a midet, akkor általában az, hogy elúzoljuk a gémet. Vagy nagyon nehezen visszajönünk a gémbe, mert valamit mi jól csinálunk, meg te is, csak úgy nem tudom. Szóval nagyon kevés ide a skilled mostanság, mert nagyon elúzod nagyon. Hát 10-ből tényleg 8-szor, de nem akarom inkább mondani egy ilyen sokszor, de valamit változtatni kell, mert mondjad.
És hát ja, mert mi a legjobb hely itt a lóba, hogyha nagyon lúzol, akkor itt is miről beszélni, mert kb. Látod, mi volt. Visszakambekeltünk a zedes gépbe, de mi volt? 14-2-be volt. Ha 2 percenként nem halsz meg, tegyük fel 5 percenként, már az jobb lett volna, mert akkor nem mondjuk 6 kéje van, vagy 7 nullába van, hanem csak 3 nullába. És akkor talán nincsen neki Blade of Thorin King-e, Last Whisper-e, majdnem kész van a Bloodthirst-e, nincsen még izéja, ez a szar 1300-as gettysítemje, hanem vagy Blade of Thorin King-e, meg egy Last Whisper-e. Mondjad. De nem az, de az a heal nem volt jó döntés. Szóval hiába healeltél Radignától, tök mindegy, bum, annyi volt az. Vagy Beria, vagy Exhaust. Én értem, hogy megölt volna Exhausttal is, de nem ennyiszer, érted? Úgy ment rád, ahogy akart. Az első killtől kezdve úgy ment rád, ahogy akart. Te is mondtad, ki die volt. Lett volna egy Exhaust, hogy nem die volt ki. Nem haltál volna meg szerintem. Mert egy szaros level 6-oson Zed nem tud egy shotolni egy kezis Exhausttal. Hát nincs a világon olyan ember, aki ezt Hallod, megcsinálná. Deris? Komolyan mondom. Hallod? Mi Mindig van? kerék tudod, kikkel játszanak? Na? Az a Szecsánikát, az a panda sors, az a Mm. kellem. Ez a Ah, de nullás várjál volt. már. Kika nem te szar. Ah, de figyelj Nagyon már. rosszak. És most a izédre vagyok kíváncsi. Mit gondolsz erről? Hogy igazság, vagy full fasságokat mondok már megint? Mert szerintem ez kb. Már mindig igaz. De hogy gondolod ezt? Mert itt le kell ülni beszélni, mert nem ülünk, mert nem beszélünk, csak játszunk, azt sem megyünk, meg vissza kell. Én visszanézem, mit hibázunk, de azt hidd, de az kevés lesz. Mert csak ez nekem lesz jobb, mert akkor tudom, mit nem kéne következnek csinálni. De te nem, mondjuk, mert így csinálják a profik is, kilúzolják az első gémet, mi volt, tényleg csak kilúzolta a második gémet az első szezonban. Jó, visszamentek, beérszem, megkérdeztem, visszanézhetjük-e a gémet, persze. Tudom, hogy itt nincs annyi idő, nem tudsz belefektetni, de valamit be kéne fektetni, tényleg, mert ha azt akarod, hogy jó team legyünk, és te is jól játszol, élvezd ezt a játékot, így nem lehet élvezni, érted? Így nem lehet élvezni, hogy folyton meghalunk, és nem az, hogy kikapsz, inkább úgy mondom, kikapsz. Szerintem te se élvezed már ezt a lovat. Hát 10-ből 8-on mondom, kikapsz. Szerintem ezt nem lehetne élvezni, ezt a játékot, hogy mindig kikapnál. Főleg a szolokról nem beszéljünk, hogy tényleg Diamond 5-ben vagy, ez nagyon legalja. Az annyira Ember. legalja. Hallgass meg embernek a véleményét. Na hát jó, most elmondtam, most te jössz szembe ezzel. Te nem itt van, szörnyű. Ja, De szólj. legelején megmondtam, ezzel kezdtem. Ha nem tetszik, nyugodtan keresitek mást. Ezzel kezdtem, idejöttem. Ennyit mondok akkor. Ha De most tényleg nem ez mondok semmi mást. nem úgy. De ez nem úgy. Ez nem úgy, mert kirúgjuk. Nem. Én nem fogok senkire semmi rosszat mondani, úgyhogy nem. Én így kezdtem. De én nem azt mondom, én nem akarok kirúgni téged. De most tényleg, mert most miért rúgja ki, de tényleg ennyire legalja, én hiszem abban, hogy simán vissza tudnál jönni ebbe a gémbe, tudnál ugyanúgy játszani, ahogy visszajöttél, csak szerintem szarsz rá az egészre. De hogy gondolod? Szerintem te is tudod, hogy szarsz rá. Mert ha nem szarnál le, nem Diamond 5-be lennél. Akkor meg promoztál Masterért, geci tudja, mit csinált, a Diamond egy 100 ponton voltál. És most meg tényleg jó, oké, szólok, de tímbe se teljesítesz semmit, és én nem akarok kirúgni, mert miért rúgjál ki, de hogy az megy tényleg, hogy lose, 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 akkor itt a többi 4 embernek se jó. Lose, lose, érted? És nem bántani akarok, mert hát érzem azt, hogy te egy jó játékos vagy, de nem. Most nagyon lementél a legaljára, mert inaktív vagy. És szarsz az egészre. Szarsz.
erre is szarsz, amit mondok, de ilyenkor nem szarni kéne, hanem, tényleg az, hogy valamit kéne változtatni. Mert ha te rögsz ezen, hogy valami, hát akkor az a legbusztustabb, akkor inkább mondanád azt, vagyok csömbben, ne folytasson, és szarok az egészre. Hát akkor inkább mondanád ezt, akkor nem mondom, azt akkor ez van. Ha meg nem teljesítesz, akkor majd lesz valami, de hogy tényleg, hogy pofázom itt, és akkor te ennyit mondasz, hát most de azért mondod ezt, mert kb. Tudod, hogy igazam van. Én szerintem. És mindenki... Hát meg jó az, ha kijön belőled, mert régóta feszült benned. Igen, halljam. Mert 10-ben 8-on lúzol. Én tudom, mikor akartam már ezt erről beszélni? 2 hete, 3 hete, de nem bírtunk, mert nem játszunk. Ha játszunk is, akkor is annyit játszunk. Jó, hát én 8-kor megyek el, azt akkor játszunk 2 gémet, és lesz valami, ennyi. 2 gém is bőven elég. Persze, csak nem hetente 2 gém. Szóval ennyit erről. És én azt mondom, próbálj többet játszani, ha csak tímezel, csak nem, úgy kéne kezdeni a napodat, 1-2-3 szólókó, aztán majd játszom tímet, 1-2, 5 gém naponta, vagy 4, érted? Nem sok, az kb. Egy 3 óra. Nem hiszem el, hogy itt senkinek nincs 3 órája szabadidője. Én értem, nem olyan lólal, tehát ha ezzel a játékkal azt akarod, hogy jó legyél, akkor itt valamit, csak valami órát bele kell fektetni, hogy jó legyél. Ha már ennyi órát bele fektettél, hogy te ide kerüljél, most meg leszarod, majd a csúcsból is le lehet lőni a legszarabból. És én azt mondom, ide jöttél hozzám, te voltál úgymond a legjobb. Hát én mondom, hát úristen, miért midest hoztam, hát ez kurva jó midléne, mert amikor játszottam, mindig elvünk, hát mondom, ez a gyerek baszd, nálunk lenne kurva jó team lenne. Eljöttél hozzánk, én annyira örültem tényleg, hogy a team is nyert, egy lose, 15 win, és most, hát több lose-unk van, mint winünk kb. Ezt tudod, mennyire megalázó? Be hallod? Ez mindenkire nézve. Mindenkinek a színvonalomat, nem csak embezőnek. Igen, de tudod, de mindenki. Nem tímezünk, ezért romlod. Én most ezt mondom, én hiába vagyok challengerbe, ha getis léneket nem tudjuk megnyerni. Hiába vagyok challengerbe. Egy lén nem nyertünk 1000 éve. De ezt mondom. De ezt tudod, tényleg van, így fúzi? Van amúgy. De tudod, miért van? Mert nem tímezünk. Én szólok rá a szólokra, nem tímezünk, érted? Napi 2 gém szólok után, napi 2 gém. Nem hiszem el, hogy valakinek 3 órán nincsen szabad ideje. Tényleg. Ha jó játékos akarsz lenni, legalább ennyit naponta. Szerintem nem olyan sok geci, hogy 24 órából 3-at rászánsz erre a szar játékra. Mert ha megnézzük, mindenki annyit rászánna az életéből erre a játékra, hogy neki ez megtetszett. Szóval, érted? Ez egy vicc, hogy... De régen azért játszottam, mert volt kedvem manalsan, mert csak azért játszok, hogy legyen csapat. Mert elment a kedvem teljesen tőle. Ezért megy el a kedvünk. Ezt mondom, látod? Ezt mondtam, hogy olyantól veszed el a kedvét, aki szeretne még normálisan játszani, de ezért még de, nem... Nem ezért múlik egy idő. De... Nem ürött el a kedvemet. A team vett el, azért egy. Nem játszunk. Hetente 2-3-szor. Jó, ezt már értjük. De akkor valamit csak kéne változtatni, nem? Mi szerintem boton 10-ből 2-3-szor lúzoljuk el a botot, úgyhogy kempelnek minket. De mégis vissza tudunk jönni. Szóval... Visszatök a teamfight-okba. Szóval itt tényleg, itt az egész teamet kell változtatni. Nekem azt tudnátok segíteni például, hogyha egyik lém, ha botoztok, általában ez a legerősebb lémünk szólok alapján elméletileg, akkor ezt mindig meg kéne nyerni. Nem úgy, hogy 0-0-ba vagytok, vagy 10-re lefarul meg egy hülyeség. Ha megnyertek, megrektetek a gecibe őket, ennyi. És így akkor nekem nem kell, hogy semmit csinálom. De ez hülyeség, ez rossz felfogás, mert egy botlén, ha megnézed, nem arról szól, hogy te a gecibe agyonverd. De elmeszelek, már figyelj. Arról szól, hogy te farmoljál, és majd a teamfightokban csinálsz valamit. De figyelj, Timurank East, kezdjük ott East. Nem profik vagyunk, kurvára nem ott. Elsőszerűen azért játszanak így, mert ezek pénzre mennek. Ott, ha pénzre játszanak, te sem mernél kimenni, és úgy rommá farmolj az agyadat, ahogy akarod, ha pénzre menne a játék. De mivel nem, ezért nem így megy. Elméletileg, ti benne vagytok a
Easter a top 200 legjobba. És nem tudunk megvenni egy D5-ös botlane-t. Vagy bárhányosak volna. Teljesen de, mindegy. Figyelj! Ez egy dolog, hogy nem öljük meg őket, de amikor elmondjuk, hogy nincsen summonerje, akkor most miért arról tehetünk, hogy ez a faszopó megint elment egy HP-val? Hát bazd meg! Elment az a kis csöves gyerek, Lúsom, hogy 3x4x0 HP-val. Most én, oké, nem halt meg, de valamikor, tudod mikor tudunk kétszerezni? Potom. Ha ők is rákönnek. Amúgy én szerintem a botén úgy lehet nyerni, ha egy normális fight alakul ki. Ha ők is rákönnek, mi is rámegyünk. De amúgy most is, most az utolsó, nagyon passzív botot hoztatok. Nami Caitlyn. Nem, ez egy... Előzőben mi volt? Ezt tudod mire hoztam? Ezt a Caitlyn-t. Kettővé kettőzünk ellenük, és én úgy kiszorítom a lényről, hogy nem tudjon farmolni. Igen. Ez volt a tervem. És tudod mit jelent, nekem 60 csém van, neki meg mondjuk 30? Azt, hogy nekem van egy BS földöm, neki meg van egy pickaxe, meg egy logs földje. Ez már nagyon sokat segít. A fájtokban különben. Ez így nem alapod. Nekem például kurva nincs kellene megjön a Cup Summoner, az kecére menni. Ha ott is kikapunk egyszer a következő körbe, azoktól a no-name szaroktól... De én mondhatod őket, én is mondom. Én is. Hogy mit csinálnak, amikor ezekkel a gyerekek... Például itt volt ez a, hogy hívják, az enemy adit, ez Andreas, hogy mi a faszom a neve. Ezzel voltam, hívták még be, amikor átjöttem Eastre, és mondták azt, hogy melyik egy csapat, mondom, jó, persze, mehetünk minden. Ott volt az a gyerek, megkérdezték tőlem, hogy akarok-e menni abba a csapatba. Mondtam, hogy nem, kösz, mert nem tetszik. Az András gyerek ment, de akkor is balfasz volt. És most a gyerek leobnolta a fejünket. Semmit nem csinált, csak autót akart. Mert volt egy neki egy olyan tímje, aki alárakja a két, ahogy nekem szoktál. De nekem miért ugyanolyan kompunk? Várj már, Funzi, nézd meg, hány gémet játszottak ebbe a szezonba? Nézd meg ebbe a szezonban hány gémet játszottak. Több mint 40. Mi mennyit játszottunk összesen a két reggel? 20-at se. Ez nem mindegy, érted? Többet játszanak, olyankor, és hiába... És tudod mi? Hát az... Ez most nem arról, figyelj! Hiába ezek nem voltak szezon 3-ban sehol, szezon 4-ben sehol. Mondhatjuk ezt, most mi van? Ezektől azért kapunk ki, mert ha megnézem, mi mennyit játszottunk meg ők, na, aztán, akkor mondtad, hogy miért kaptunk ki. Mert nézd meg, mi mennyit játszottunk a Rektorinóval. 9-et nyertünk, 6-ot lúzoltunk a Viv Rektorinóval, 3-at nyertünk, 2-t lúzoltunk, ők 29-et nyertek, 19-et lúzoltak. Na, többet játszottak mindig. És hiába értem, Diamond 5-ös, oké. Megmondtam, ez a kutyi gyerek is alul van. Nézd, ami csak jól teljesített, mint embezett, csak jobban jobb volt a kompuk. Vajon csak jobban meg tudták beszélni a dolgokat, mint mi? Miért? Mert ők játszanak. Mi mit csinálunk? Nem játszunk. Kutyi plat egy player. Tessék. Egy plat egyes, meg az a Andreas Diamond. Szolokúban nincsenek sehol, de teamben vannak. Azért, mert ők szarnak a szolokúra, és ők csak teameznek. De mi nem tudunk teamezni, mert mindig valaki offline, mert nem tud annyit belefektetni, hogy játszon naponta egyet-kettőt, és ez tudom mire való? Ennyi. Jó, ezzel tudunk változtatni, ez nem olyan életvált kérdés. Ez katasztrófa. Amúgy nem is értem, minek mentetek el nélkülem játszani. Hiába mennyertétek az első, és ki a geszit érdekel? Minek mentetek el játszani? Meg harmadikra, minek mentetek el játszani nélkül, nem? Szóval... Miért nem mentetek a Viv Rektorinóba? Hát kicsi elmentetek volna szólok, hogy többet értetek volna. Tessék. Én meg odaírom, hogy elente egyszer. Kétszer. Ez a nem mindegy amúgy. Hogy itt a... Hogy tényleg, hogy annyira nullák vagyunk. És hiába, mert mi egyenleg jól játszunk. Na, én azt mondom, az együtt tudunk változtatni. Holnap még elmegyünk el a szalizére. És úgy kéne, hogy
mindenki előtte van, be tud érinteni a Facebookon, mindenki tud, hogy mikor tud lenni. Mikor tud lenni, az megbeszél, megpróbálom 2-3 eset lejátszani. És azt nem hiszem el, hogy ilyen eddig föl tudunk lenni, de máskor már 9-kor, hát, nem tudom, melyek a elnéző, melyek tévézni, így meg amúgy. Igaz, hétköznap én sem vagyok gépvizsgázó. Nem hétköznapról beszélek, Én arról beszélek, volt olyan hétvége, ebbe a hétvégén, hogy... úgy mondom, amikor ebbe a hónapban, hogy meg voltunk kötem, és este 9-10 volt, de nem játszottunk, mert inkább valaki ment tévézni. Ha akarsz valamit elérni ebbe jó, a játékba... Jó, azért nem fogom rászállni, az meg minden egyes hétvégémet arra, hogy itt ülek reggelni azt. De most egy napot kibírsz te izére, de figyelj, most megbeszéltük ezt, most ezen kell változtatni, most ne szabd le, mi volt régen, most ezen próbáljunk változtatni, beszélj meg egy időpontot minden napra, és ennyi. Hát ha nem fog menni, akkor csak kéne változtatni, vagy nem fog menni itt valami. Jó, na, holnap akkor mi lesz? Ezt beszélj meg először. Én nem tudom már, de akkor majd korábban emelkedsz. Ennyi. Szóval érted, hogy tényleg most te is bele tudnál annyit fektetni, hogy hamarabb mennél el, mert nem nagy dolog. Kurvára nem nagy dolog. De nem érted, az edzés haszontalan, hogyha kaja nélkül megyek el, ebéd után kéne, az lenne legértelmes, mert akkor használ. Ebéd előtt meg szart nem ér az edzés. Jó, az lehetséges, de ilyen egyszer-kétszer ilyenkor csinálok meg ilyen dolgokat, mert hiszem azt, hogy már mindig úgy csinálod, megkalálsz és mész. Szóval most nem hazd vele, hogy néha volt, most mondtam, holnap, ma is úgy volt, ma itt voltam korábban, hát háromra itt voltam. Jó, ugyanúgy. Én nem tudtam lenni, oké, ez az egy nap, amikor nem tudtam normálisra lenni, mert illanom voltam. Jó, na oké, akkor holnap kettő? Hát tudod, mi amúgy neki itt volt? Ja, inkább egy két... Pont bedob promóba, Hányból kezdődik ez a szal? 3. Jó. Tudsz teljesen ilyen bezem? Jó. Na, akkor 2 óra, 10-kor. És ne az legyen könyörgöm létszeres, hogy valakit hívogatni kell, mert én szívesen fölhívom, de én már unom, én nem a pénz miatt unom, hanem egyszerűen úgy kell felhívni embereket, hogy gyere már lorlozni, jó, mögök, érted? Ha megbeszélünk valamit, akkor tényleg, itt legyünk. Jó. Akkor itt legyünk, nem az, hogy... Amúgy azt kéne, hogy minden nap itt érsem megbeszéljük, hogy tudjuk, hogy Facebookon kírjuk csoportba, és... Facebookon, érted? De és... Jó, engem, mert én nappal a kezelem van a telefon, szóval engem, én nappal a kezelem. Hát én is. De, akkor valamit kírok, írjatok már oda, mert kírta, mikor tudtok lenni. Hát, kedves onnan lát, mindenki látta, és nem írtok ott senki, érted? Hát azért nem azért írom ki, hogy csak úgy happy-ből, hogy áh, most kiírom, hogy nézd már. Valamit azért csak ír, ha valamit kiírok, válaszoljatok. Hát nem, Isten, most komolyan mondom. Ma, mi? Nem, pont, hogy ez nagyon rossz. Pont hiszem, hogy ez nagyon rossz ötlet. De épp ez az, pont. De mit gyakoroltak már? De megszokjátok akkor másik embert. Húzi, ez nem profi szint, hogy itt fixöt emberekre játszani. Ha az egyik jobban játszik, mint a másik, akkor én játszottam beugróval is. Mert annak tudod miért? Tudod, mi volt? Emez nem tudott lenni, mi itt voltunk 4-en. Mi volt? Nem játszottunk, elmentünk szóló húzni. Vagy több mindegy, nem volt itt gondol, nem volt itt ez. Nem tudtunk játszani. Én nem lehet minden lére beugró. De én tudok midre, tudok topra. Bárki, tudok egy csomó lényre. És tudom, hívhattok helyettem is, de... És én itt vagyok, mert én akarok valamit ebből a játékból, nem akarok egy... kis utolsó csöves, ha már ennyi szar belefektettem ebbe a játékba, akkor arra akarok törekedni, minél jobb legyek, és mindenki így akar, mindenki jól lenne, így gondolkozna. Jó.
Mert nem, én... az beugrok, sose szoktam beszélni. Hidd el, én nem azért mondtam, hogy Blake milyen jó játszik, mert jó játszik, kb. Ma nem úgy olyan szinten vagytok. Csak ő, tudom, mivel fejlődte? A beszédben, ahogy irányítja a csapatot. Én értem, hogy nem hallgatunk rá, de nem szoktam hallani annyiszor a hangodat, mint az övét. Olyanokat mondott Goffalo, élvezetes volt játszani. Mondtok. De ti is tanulhattak, nem muszáj nekem kéne, nem, nekem kéne irányítani. De általában a jungle-sök szoktak így általában pofázgatni. Meg hát tán, nem. Meg a legnagyobb csapatoknál nem. A legnagyobb csapatoknál kb. Mindenki. De nem, de mi kell fix caller. És tudod, miről beszélek? Erről arra beszélek, nézzétek meg, ott voltatok Baronnál, ott nem tudom kit kergetetek, mind a ketten ugyanarra mentetek. Megszólalt az egyik, ja, hát én azt hittem, hogy a másik arra megy. Szóval ott sem beszéltetek. Elég lett volna annyit mondani, én jobbra megyek, én balra. Ennyi. Nem kellett volna sokkal többet. De még a freakit sem tudtuk elvinni, mert mind a ketten rossz irányba mentetek, aztán elment simán. Szóval, ez kinek múlnak, hogy te hogy beszélsz, mit beszélsz. Szóval... Na, no, nagyon tudjuk ezeket. Nekem tudom változtatni. Én ezeket tudod, mi volt akarom mondani? Csak nem bírom mondani, mert soha nem vagyunk meg mostanában. Akkor holnap 2 óra 10-kor mindenki itt van. 2 óra, csak mindegy. Csak mindegy. Jó van. Legyünk itt tényleg most. Mert most nem fogunk előjutni. Na. És én hiszem azt, hogy mindenki vissza, és hát főleg embezzel vissza tudnak comebackelni a gamebe. Mert skilles gyerek, skilles. Csak egyszerűen inaktív lett. És ezért nagyon látszik, hogy a teambe is mindenhol látszik. Mi is inaktívak lettünk úgy team ügyileg. Szóval ezeken kéne változtatni, én azt mondom. Ha nem változtatunk, akkor itt nincs miről beszélni. Akkor a team meg nincs értelme. Vagy cserékelnek, hogy a faszom tudja, de egyébként ez idővel kezdünk viccessé válni. Kezdünk viccessé válni. Most komolyan nézve, mindegyik majd a csapatnak vár. Hát ezt mondom. Kezdünk, ezért írtam be. Én ezért mondom, srácok, hanyagoljuk most. Egy 2-3 hétig biztos ezeket a Go for szarokat. Lejátszok azt, hogy mi játszhatunk? Hát ja, az mondjuk szkéles. Arra tényleg, látod? Tényleg, hát a izécsiska Blackék nem Voidra jönnek a Freebinér. Szereztünk RP-t, most már nem kell RP-t. Nagyon szépen a kibaszott kül... a szkélesek. Elfonaljuk. Na, akkor ezt megbeszéljük. Jó, ezt a magyar golfalat, meg ezt a Voidot, hogy darabjuk. Mikor Voidra mehetünk, mert azt tényleg megadják az RP-t legalább korán. De kaptunk már annyi RP-t. A döntőbe, igen. Hát a döntőbe van, de hát most... Jó, mondjuk két hatánként van az a Void, szóval az belefér. Amikor arra van, akkor megyünk a külföldire. Jó, akkor ezeket, ezt a magyar golfhoz felejtsük le, még leégetjük magunkat. Ez nagyon égetés hallod, ez nagyon égetés. Meg ezt a házasztokat, Summoner's Cup-ot is felejtsük már, katasztrófa, meg az összes no-name szállapot. Ha megsérjön az RP, azt meg csinálnak még kupát. Hát hallod, ilyen balfaszokkal játszottunk, kettőt játszottunk, ezt már elődöntő vagyunk. És ott lebasznak, hogy izé miért hozok rengát, nem menj ma anyádba. Ez a magyar színvonal, de amúgy kb. Van nem ugyanúgy ilyenek vagyunk, akik megvernek, hogy mi bronzosok vagyunk. Kb. Ugyanilyen. Na, akkor holnap, jó, srácok, ha megköszönt, akkor, na, csak aztán. Cső. Mindegy, nem jövő héten, akkor sem vagyok. Hát jó, mindegy. Hát télutános vagyok egész héten, úgyhogy egész héten nem vagyok. Ja. Addig megnézzünk múlt is.
akkor már Bauróval játszottok a héten, akkor már Bauróval menjetek arra a szarkupára is. Úgy van értelme. Azt majd még megbeszéljük. De meddig dolgozz? Nem hiszem, hogy nem tudnál egy szolgókult játszani. Jó van, elmerkúzni mindjárt ők. User disconnected from your channel.